Üdvözlöm Önöket, Szeben Istvánt hallják! A mosoly a legrövidebb út két ember között, a tánc pedig a legrövidebb út két lélek között. Legalábbis így tartja a mondás. Ma ennek egészen biztosan utána járunk, meg annak is, hogy hogyan lehet tanítani a zene, a tánc szeretetét, hogyan lehet valakit megtanítani táncolni, és hogy egyébként milyen stílusok vannak. Aki ebben, ha nem is tánc, de partnerem lesz, van szavas, vezető koreográfus, táncművés. Szia, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szervuszom. Szerintem nagyon-nagyon érdekes témánk van, mert a táncról önmagában külön szerintem soha nem szoktak beszélgetni. És ugye, amikor beszélgetünk Bíró Zsuzsi szerkesztő kolléganőmmel, azon gondolkoztunk, hogy tényleg milyen jó lenne egy teljes adást szentelni a táncnak. Mert sokan tudunk róla, az életünk része, valaki szeret, valaki nem szeret táncolni, ezt tudjuk, vagy valaki szeret, de nem tud, hogy nagyon sokféle variáció van. De te hogyan keveredtél bele? Mikor szeretted meg a táncot? Azért speciális helyzet a tiéd ráadásul, mert azért férfiaknál ez ritkább, és hát ugye nyilván a tánc szeretet egy gyerekkorban kellett, hogy megkezdődjön. Ez így van, ez sokunknak, akik a táncos műfajban dolgoznak, ez egy kicsit ilyen szívfájdalom, hogy erről nincs annyira szó, pedig azért nagyon-nagyon szép sikereink vannak. 2007-ben például csak egy nagyon-nagyon nagy dolgot mondani, 2007-ben az amatőr világbajnok az egy magyar lány volt, egy olasz származású fiú, vagy a fiú is... Hogy hívják? Csak hogy ha már beszélünk róla, akkor... A lányt Török György Melindának hívják, és Mauricio Vescovóval táncolt annak idején, és ők érték el tulajdonképpen a legnagyobb, legmagasabb elismerést ebben a műfajban, a latin táncokban, illetve nagyobb a 3 héttel ezelőtt volt itt Magyarországon a professzionális világbajnokság, ahol szintén egy magyar páros nyert, őt Váradi Martinának hívják, és Andrea Szilveszivel, aki meg már a magyar állampolgár, ő vele indult, és a profi mezőnyben ez a csúcsa, mindenek a csúcsa, a latin táncoknak a csúcsa. Úgyhogy vannak nagyon-nagyon szép eredményeink így ebben a műfajban, és ahogy mondtad is, ez tulajdonképpen a napjainkhoz tartozik a tánc. A társas táncban, amiben mi mozgunk, tulajdonképpen ez a legegyszerűbb dolog a műfaja a táncban, mert két ember, ha csak összekapaszkodik, nem is kell, hogy tudjon már táncolni. Már minden tánc, nem? Tehát, tánc, hogyha megy a zene, és ha csak ráz egy kicsit a lábad, meg rágatod a csípőd, már akkor az valahol egy tánc. Így van, és ugye társas lények vagyunk, tehát, hogy ez a legegyszerűbb módja a táncnak, hiszen nagyon ritkán van az, hogy felállsz mondjuk egyedül táncolni egy hip-hopra, egy buliban vagy akárhol. De elmész egy olyan rendezvényre. Nyilván ahol... van az az állapot, ahol... Igen, van az az állapot, igen. De valahogy mindig az ember úgy bátrabbnak érzi magát, igen. Ha valahogy egy partnere, akivel igen. Együtt, picibe vagy nagyba, azt már el lehet dönteni, kinek mi a tudás, vagy ki mit mer bevállalni. Én vidéken születtem, én Veszprémben születtem, Herenden laktam, és hát egy pár évvel ezelőtt, amikor gyerek voltam, akkor abban az időben nem nagyon volt más dolog. Persze volt futball, volt kézilabda, stb. Stb. Úszni lehetett volna, de nekem egy lányiketestvérem is van, akivel azért, ha kellett valami extra motiváció. Volt, igen, egyértelmű volt, hogy akkor mi társas táncolni fogunk. Szüleink beirattak egy tánctanfolyam, és igazából így indult a pályafutás, vagy ez a hobbi, vagy ez a munka, akinek mi... Hány éves voltál akkor? Én akkor 12 éves voltam. Ja, tehát azért nem 6-7 évesen kezdted akkor ezt. Nem, én elég későn kezdtem, de baromira motivált voltam, illetve nagyon-nagyon tetszettek, akkor volt az Eurósporton, voltak nagy-nagy táncversenyek Franciaországban, mindenhonnan közvetítettek táncversenyeket, és akkor így szépen-szépen haladtunk, és mondhatom azt, hogy nekünk meg volt az az előnyünk, hogy mivel testvérek voltunk, otthon széttoltuk a nappaliban a bútorokat, és akkor tudtunk gyakorolni, és tulajdonképpen nagyon rövid idő alatt, tulajdonképpen 3-4 év alatt mi a nulláról versenyig jutottunk, elkezdtünk versenyezni, és így szépen-szépen haladtunk előre. Aztán elkezdett a 18 éves kor, amikor én úgy gondoltam, hogy a testvérem ő inkább pasizni akar, én meg inkább ezzel akartam foglalkozni. Igen, a lányoknál az előfordul, hogy sportban szokott még előfordul, hogy azt mondja, jó, hát akkor én most elvennék a Józsival inkább. Igen, igen, és én meg úgy döntöttem, hogy felköltözöm Budapestre, itt nagyobb az élet, nagyobb a táncos élet, stb. Stb. Felköltözöm Budapestre, és volt egy olyan lehetőségem, hogy kint külföldön
tudtam tanulni. Szlovéniában jártam, nagyon sokat, ott voltak akkor világbajnokok, nagy-nagy nevek. Uh-huh. És akkor 3 hetente, 4-5 napra mentem ki, amikor tulajdonképpen az a 4-5 nap az arról szólt, hogy látástól vakulásig táncoltunk, tanultunk, és így szépen-szépen bejutottunk a magyar bajnoki döntőbe, vagy bejutottam akkor már budapesti táncpartnerrel a magyar bajnoki döntőbe, és aztán ez ment, 2009-2010-ben hagytam abba az aktív versenyzést, akkor azt mondtam, hogy nekem ez így tök jó az az eredmény, magyar bajnoki döntő, 4. hely, tök jó, elég. És igaz, akkor én egy kreatív embernek mondom magam, akkor elkezdtem azon dolgozni, hogy ebben lehet egy show-t is csinálni, tehát egy versenytáncos show-t, ami egy másik műfaj volt. Akkor indult ez a fajta táncnak a felfedezése tulajdonképpen így a médiában is, és akkor megcsináltam egy tehetségkutatóba, ahol a csillagok születnek, egy olyan tehetségkutatóba egy műsort, és tök jó volt, mert bekerültünk a döntőbe, az élő műsorba. Tény, hogy ott a elsőként kiestünk, a 12 indulóból, akik már ott benn voltak az élő műsorban, de ez nagyon jó volt arra, hogy egyrészt elindítottuk a műsort, amit ott a zsűri ezt mondta is, hogy ez egy tök jó indítás volt az egésznek, és született egy olyan videó, amiből egy olasz egy ügynökség meglátta ezt, és kipróbált minket, hogy menjünk el egy külföldi kaszinóba, és ott volt lehetőség arra, hogy ott az ottani színházban, a kaszinónak a színházában fellépjünk, csináltunk egy tök jó egy órás műsort, az 5 párral, és aztán a... Ezt már te is koreografáltad? Ezt én koreografáltam, én találtam ki, a ruhadizájn, zene, mindent, azt én raktam össze, és nagyon-nagyon jól sikerült. És aztán 2 hónapra egy következő rendezvényre megint oda hívtak, megint, és akkor az olasz ügynökség, ők dolgoztak akkor ilyen óceánjáró hajókkal, és akkor, na akkor próbáljunk ki egy ilyet. És akkor 3 párossal jó magam is felszálltam erre a hajóra, akkor még akkor táncoltam, már nem versenyeztem, csak táncoltam, színpadon táncoltam, és hát baromira bejött az olaszoknak, és imádták. Mert amúgy is egy muzikális nemzet, tehát azért az... Abszolút, meg ők nagyon szeretnek táncolni, és a show végén, ezek ilyen rövid show volt, ilyen 20 perces show, a show végén mindig volt felkérés. Aztán utána már az volt, hogy esténként le kellett mennünk a Grand Barba, és fel kellett kérnünk az embereket, és imádták. Tehát nem tudtak elengedni, és akkor ez egy ilyen szép, hosszú időszak volt. Nagyjából 6-7 évig tartott ez az időszak, és elértük azt, hogy volt egy időszak, egy nyár, amikor 10 hajón voltunk fenn, ami azt jelenti, hogy 60 táncos volt fönn tőlem az óceánjárón, plusz volt még ez mellett 3 ilyen komphajó, ahova szintén oda már egy nagyobbat kellett felrakni, tehát nagyjából 120 táncos mozgattam egyszerre. De már nem mind magyar táncosok mind volt. Magyar volt. Mind magyar volt? Bocsánat, nem, például Szlovákiából is voltak, és Csehországból is jöttek táncosok, hogy ők nagyon szeretnének ebben részt venni, és őket is felraktuk. De az 1-2 táncos volt, de azért nagyjából így Magyarországról volt akkor a... Merítési lehetőség, hogy ezt meg tudtátok oldani. Így van, így van. Igen, de te amikor kiskamaszként elkezdtél táncolni, elterik 1 év, 2 év, stb. Nem is billentél meg egyszer se, hogy hát nem tudom, hogy nem ez az én utam, vagy ahogyan a Iker testvéred azt mondta, hogy hát jó, ez a táncolok itt a tesómmal, de azért van itt más út is, vagy hogyan reagáltak például, tehát azért mi nagyjából egy korosztály vagyunk, nem volt természetes, vagy nem tudom, hogy nem volt természetes, hogy a fiúk táncolnak. Így, hogy ilyen komolyan, tehát mert ugye mi mentünk focizni, lehet, hogy volt vagy kosarazni, vagy bármit csinálni, nem tudom, vagy csak menj maggal lövöldöztük egymást, de te táncórákat vettél. Ezek mellett, amiket elmondtál, ezen csináltunk mindent. Vagy ez nem zárt ki semmit. Ez abszolút nem zárt ki. Aha. Én eléggé akkor láttam, nagyon-nagyon tetszett. Amikor először láttam ezt a műfajt, tök egyszerűen egy sörfesztiválon, egy herendi sörfesztiválon láttam először, a szép ruhában vannak a fiúk, tök jól mozognak, dinamikusak, szépek, a lányok gyönyörűek, stb. És egyszerűen akkor azt hiszem, hogy akkor határoztam el, hogy ez lesz az utam.
Nyilván ez mellett van az embernek egy szakmája, stb. Stb. De azt is úgy választottam meg, hogy hasonló legyen, hogy kompatibilis. Igen, és hogy mozogjunk, nekem vendéglátós végzettségem van, de ott is ugye az ember mozgott a többiek között, és én azt hiszem, hogy nem is azt hiszem, ez biztosan állíthatom, hogy nem volt olyan, hogy meg inoktam volna, hogy ez nekem nem kell. Sőt, igazából egy 13 évesen már táncoltam, egy pár, pár év múlva, én már tudtam azt, hogy merre van az az irány. Tehát, hogy én fel akarok jönni Budapestre, mert addig már hallottam, nyilván versenyeztünk, Magyarországon mindenféle, egész Magyarországot bejártuk, a szülőkkel vittek ide-oda-amoda, és láttam, hogy ebben milyen lehetőségek vannak, hogy tudsz jobb lenni, és akár világbajnok is tudsz lenni. És igazából én akkor elhatároztam, hogy nekem ez az irányom. De például a családod, szülők, haverok, mit meg akkor mondtad, hogy hát én most akkor melyek táncol, akkor nem volt bármilyen olyan megjegyzés, hogy ó, hát általában ezt a színészek ezt szokták mondani, hogy jaj, hát válasz már magadnak valami normális mesterséget. Nem volt ilyen? Vagy kételj akkor, vagy... Nem mondanám igazából, az mellett, hogy mondtam, hogy csináltam egy szakmát is, tehát hogy van egy, ha eltörik a lába, mit tudom én, akkor is tudok valamit csinálni, tehát azért ez meg volt, nyilván ez fontos, és azért minden táncos ezt megcsinálta, hogy van mellett olyan, amihez tud nyúlni. De én inkább, ez egy kis közösség volt, tehát mondjuk Herenden, és nagyon-nagyon felnéztek az emberre, és akkor nem csak én voltam az egyetlen, Herend, mit tudom, 3000 fős falu volt akkor, és ezért is kérdeztem, hogy egy kis település, ez tök mást választottál, mint az átlag, amit gondolna az ember. Igen, de viszont akkor nagyon sokan táncoltak, fiúk és lányok is, és az nem volt abban az időben például nem volt az probléma, hogy nincs fiú. Ugye csak a lányok. Nem, akkor mindenkinek volt táncpartnere, és csinálták, és imádták. De akkor miért pont társastánc? Oké, hogy mondtál pár példát, hogy miért, de mondjuk említetted a népt. Tehát azért sok irányba el lehetett volna menni, miért pont a társastánc akkor? Lehet, hogy azért most megköveznek, de nekem akkor az volt, azt tartottam egy kicsit... Menőbbnek, vagy ilyen? Maibbnak. Egy nagyon szép a néptánc, nagyon-nagyon szeretem nézni. De tök más. Hát de azért más, tehát az nagyon-nagyon visszanyúlik, nagyon folklór, nagyon... Meg inkább közösségszerűbb, nem? Igen, tehát az a néptáncban... Ott az egyénnek nincs annyira nagy szerepe talán, nem? A fiúknak van, tehát a néptáncban van, de itt viszont... Ezt ilyen trendinek gondoltam, tehát ez folyamatosan fejlődik, ez előre mutat. A néptánc is biztos, de azért ott az van, hogy azért visszanyúlnak, tehát megnézik, hogy honnan jött ez a 900-as évek elejéről, stb. Tehát ilyen kutatások vannak, de ebben láttam egy ilyen modernitást igazából, hogy ez egy trendi dolog, ez nem csúnya szó, nem egy old school dolog, de... Úgyhogy igazából ez volt az, ami nekem tetszett ebben. És ez trendi volt. Mitől ennyire fontos a tánc? Nyilván most elkezdtem olvasgatni után, és azért nagyon sok minden szembe jön az emberre, hogy tényleg bele se gondolunk egyébként a hétköznapokban, hogy vajon mikor kezdődhetett el? Hogy mikor volt az első... emberpár. Most nyilván nem tudjuk, hogy Ádám és Éva olyan táncoltak, miért letették az almát, vagy nem, vagy utána már nem sok ideig maradt, de hogy vajon honnan indulhatott el, vagy ha megnézzük az állatvilágot, hát azért ott is valahol egyfajta hódítás a tánc, de hogy önmagában nem feltétlen az, de mégiscsak a hódításról is szól a tánc. Igen, sok mindenről szól, de igazából belegondolsz, hogy annak idején az ősember leült a tűz mellé, és elkezdett ütögetni valamit. Tehát annak már volt egy ritmusa. És erre aztán elkezdtek mozogni a többi ember, vagy az emberkék, és tulajdonképpen ebből fejlődött ki. Aztán utána hozzáraktak még egy valami ütögetős dolgot, azt valami bármi. Tehát pengesük is, ha már a kezünkben van igen, valami. Igen. Hogy sok-sok ilyen ritmusból alakult ki igazából. És mondjuk nézzünk egy táncot. A szamba. A szamba az a mai műfaj, vagy a mai formája, ez a rabszolgák összekötött
összekötözött vagy összeláncolt lábaiból, ugye, amik kicsiket tudtak lépni, és ott is volt egyfajta ritmus. Uh-huh. És a mai napig ezek a kis lépések benne vannak a szambában. Onnan alakult ki tulajdonképpen. Ez egy rabszolgatánc volt. Ritmusra lépkedtek, picit tudtak lépni, onnan indult az egész, az természetesen francia, illetve angol tánctanárok dizájnolták meg ezt az egészet a mai műfajára, uh-huh. ami már, tehát amiket lát az ember egy táncversenyen. De például annak az volt az alapja. Nagyon sok tánc a szintén folklór, tehát ugye népi dolgokból alakult ki, ezek mind-mind fejlődtek, és ezek a híres tánctanárok fejlesztették, hogy ez elérje azt a hatást, amit mondjuk egy versenytáncoson látsz egy versenyen. Tehát ez folyamatosan fejlődő. Tehát minden, nincs olyan, hogy valaki kitalál valamit, uh-huh. szerintem. Tehát mind, hogy valahonnan ez valami fejlődő. Alapja mindenhol van. Mindenhol van, igen. Akár Franciaország, vagy ha most a régi korokat nézzük. Ugye említetted ezt, hogy folyamatosan fejlődik maga a tánc is. Igen. Ez szükséges egyébként a táncnak? Vagy ahogy mi fejlődünk? Tehát, hogy hol van, tehát, hogy most te látod azt, hogy 100 év múlva hol tart a tánc? Az, hogy 100 év múlva... Hogy megmaradnak ezek a trendek? A táncnak, most a társas táncról beszélünk. A társas táncnak megvan egy alapja. Van egy nagy könyvünk, amit egy nagyon okos angol ember leírt igazából az, hogy mik a táncnak az alaplépései, gyönyörű szép rajzokkal, stb. Láptalpak, hogy állnak, stb. Ez az alapunk. De igazából, ha csak ezt táncoljuk, az baromi unalmas lenne egy táncversenyen. Ezért hozzá vannak rakva olyan dolgok, amiktől ez sokkal látványosabb tud lenni, sokkal érdekesebb tud lenni. Például ha csak, én szoktam, néha visszanézek egy 70-es évek, 60-as pont évek, 80-as évek. Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy ha most visszanézek egy fekete-fehér felvételt, ugyanezt látnám egy akkori táncversenyen, mint ma, vagy totál más. Totál más látsz. Érdekes. Az alapok ugyanazok. Uh-huh. Az, hogy két hátsa, ez akkor is ugyanez volt. Az, amit csinálsz. Például akkor még nem nagyon voltak ilyen akrobatikus dolgok. Uh-huh. Ma már olyan hihetetlen a fizikát meghazudtoló dolgokat tudnak megcsinálni a táncos párok, és igazából ez egy technikai kérdés, illetve a trend, ahogy változik. Uh-huh. Volt egy idő, amikor nagyon-nagyon lementek az autentikához, hogy honnan jön ez az egész, akkor olyan mozdulatokat. Ma már a látvány, ami elviszi, az erő, ami viszi ezt az egész műfajt. Én azt látom, hogy tulajdonképpen folyamatosan fejlődik. Azt nem is tudom mondani, hogy 10 évente fejlődik, mert folyamatosan fejlődik a dolog, és tényleg csak egy videót kell megnézni, ahogy a ruhák is voltak ilyen fidri-fodri. És ez ugyanígy a hajra is vonatkozik mindenre? Abszolút. Tehát, hogy minden változik. Tehát, és fejlődik, és követi a mai kor igényeit, illetve a mai kornak a trendjét. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos ebben a műfajban is. Az egy ilyen kitaláció, mint ahogy nem tudom, most mondok egy nagyon más példát a sportból, hogy 100 méteres síkfutásban csak fekete sportoló fog nyerni, mert olyan az izomzata, olyan a felépítése, vagy a táncban nincs ilyen. Tehát, hogy azért most ezért mondtam konkrétan például, hogy mondjuk Michael Jacksonból tényleg csak egy van, vagy lehetne Michael Jackson Magyarországról is valaki. Vagy ez nem ettől függ. Ez azért pontosan tudjuk, hogy mikor látunk egy brazil táncosnő, egy brazil táncosnő táncát el tudja táncolni, ugyanúgy egy szlovák táncos lány. Ugyanúgy, szerintem, tehát nincs két egyforma ember. És jó, hogy igen. Amit észre lehet venni, hogy akik például világbajnokok lesznek ebben a műfajban, uh-huh. és egyik sem egyforma. Tehát, hogy mindenki tudja azokat az alaplépéseket, stb. De úgy gondolom, hogy stílusok, tehát, hogy kinek mi a stílusa, az tud győzni. Ez akár az is, hogy nézel bele a szemébe a abszolút, tehát... zsűrinek, vagy hogy tüzel annak a nőnek a tekintete, vagy Igen, nyilván azzal, hogyha csak egy tekintet van, azzal nem tudsz világbajnokságot nyerni, tehát azért meg kell legyenek azok a dolgok, amik kellenek ezek a műfajhoz. Meg lehet ezt tanulni?
Vagy Én úgy néz. De hogy úgy nézzen az a táncos. Valakiben benne van ez, valakiben nincs, de hogyha egy olyan világbajnok van, vagy egy olyan nagyon-nagyon jó táncos van, akinek nincs ez a, ez a fajta attitűdje vagy, ha nem jön belülről, akkor van benne más, amitől ő világbajnok lett. Tehát láttam már ilyet is, láttam már olyat is, és... Valahogy jobb vagy rosszat? Tehát amelyik te melyikre mondanád azt? A tanult táncos a jobb, akinek rengeteg munkája van benne, vagy akiből ösztönszerűen, vagy nincs ilyen? Az ösztönszerű azért az mindig egy ilyen természetességet ad. Uh-huh. És én speciál, én a természetességet nagyon szeretem ebben a műfajban is. Nekem mindig nálam mindig az dönt egy kicsit, hogy, uh-huh. hogy valakiben ez benne van, érzed, hogy nem megjátsza, hanem természetesen jön egy tekintet, ahogy állok a parkett szélén, mint pontozó bíró, és akkor ott előttem táncolnak, és nem azt látom, az amit nem szeretek például, hogy pont ott van egy figura, oda jön ki, hogy rám kellene néznie, és így elnéz mellette, aha, mert értem. Nem mer rád. De nézzel rám, mert engem is, mert engem kell meggyőznie, nyilván a közönséget is, de... Ne legyen műanyag a dolog. Tehát na az, ezt szerettem volna kezdeni. Sokszor az az ember érzése, hogy látod azt, hogy ez tudatos. És onnantól fogva a tudatos, már nem hiszed el. Érted, hogy mit akarok kezdeni? Tehát, hogy mit tudom, hogy nézel egy táncversenyt, és hogyha úgy érzed, hogy olyan direkt néz oda, meg direkt sandít oda, akkor az olyan nem olyan. Hogy szerintem ezt meg lehet érezni, nem? A zsűri is megérzi ezt nyilván, hogy ez nem olyan, abszolút, hogy mesterkélt. Abszolút. Ez leginkább akkor, hogyha például egy figura úgy jön ki, hogy látom azt a testén, hogy neki arra kell nézni, és ha nem arra néz, hanem picit arra, akkor azt már érzem, hogy műanyag. Hogy nem akar benne oda nézni, hogy nincs benne. Igen. Akiből ez természetesen jön, ahogy forog a testéből, látom azt, hogy oda. Igen. Így van. Tehát, hogy neki arra kell néznie akkor. És ezeknél azért észre lehet venni, meg nyilván több éve csináljuk, tehát ezeket már látjuk, hogy pillanatok alatt. Egy táncversenyen is másfél percet táncolnak a táncosok, fenn van 100 pár, nekkel egy másodpercen van arra. Ezt szerettem valaki kérdezni, hogy ez hogy néz ki a valóságban? Ugye látjuk, hogy ott van tényleg egy, de most tényleg 100 táncos van is akár, de legyen 20, most 10 pár, a 10 legjobb, oké. Okay. Ott van a sorszám rajtuk. A társas tánc, az mely táncokat, lehet, hogy hülyeséget fogok kérdezni, hogy mely táncokat karolja fel, vagy öleli fel? Uh-huh. Tehát, hogy néz ki egy ilyen táncverseny? Uh-huh. Hogy hányféle táncot kell tudnia például egy táncosnak? Egy táncverseny, illetve a társas tánc, a versenytánc, az igazából két műfajra tagolódik. Van a standard tánc, amit a keringő, tangó, tehát ezek a bécsi, klasszikus táncok. Igen, igen, amit ilyen szép hosszú ruhában táncolnak, nagyon elegánsan frakban a fiúk. Tehát keringő, tangó, slow fox, quick step és bécsi keringő, tehát angol keringő, bécsi keringő, kétfajta keringőnk van. Tehát öt tánc tartozik a standard táncokhoz, és van a latin táncok, amivel szintén öt tánc tartozik, a szamba, a csacsacsa, a rumba, a pazodoble és a jive. Uh-huh. Ezek, amik a versenyprogram, ezekből kell felkészülni igazából, így lehet elindulni egy táncversenyen. Tehát tízféle táncot kell tudnod? Így van, igen. Lehet, én csak egy példa mondjuk magamból, én 10 tánccal kezdtem el gyerekként, mind a 10 táncot megtanultam, standardből is, és latinból is versenyeztem. Így is kezded el, tehát nem az van, hogy most itt csak ezt, vagy azt, vagy amazt, hanem akkor mind a 10-et meg kell tanulni. A kell az... Most a kell a idézőjelesen. Igen. Ha komolyan veszed magad. Igen, ha komolyan veszed, és egy olyan helyen tanulsz, gyerekként, vagy kezdőként, akkor megtanulod mind a 10 táncot, mert ebből fogsz versenyezni. A legelején eldöntheted, hogy én a standard táncokból nem akarok versenyezni, inkább a latin táncokból. Ja, van olyan, aki csak latin, van, aki csak standard, értem. Igen, igen. Tehát de ezt időközben is. Én is, nem tudom, egy jó ideig csináltam mind a 10-et mellette, és utána egy idő után azt éreztem, hogy nekem a latin az valamiért jobban szereti a testem, igen, mint a standard táncok, de valaki pont fordítva, aki egy kicsit mondjuk nem annyira érzi. Személyiség. Igen, aki biztonságosabban érzi magát, ha egy zárt tartásban van, a latin az ilyen nagyon nyitott, stb. Igen, de mindenki tudja ezt felvenni, és akkor így eldől az, hogy merre felé megy. És akkor tulajdonképpen ebből a 5 vagy 10 táncból kell versenyezni. Vannak latin versenyek,
amin csak a latin ranglista mondjuk, vagy latin magyar bajnokság, van a standard magyar bajnokság, és van egy olyan is, hogy tíztánc magyar bajnokság, ami egyébként pont most a hétvégén lesz Szombathelyen. A tíztánc magyar bajnokság, ahol mind a két műfajban ugyanazok az emberek, tehát felöltöznek standard ruhába, letáncolják, át kell gyorsan öltözniük. Lati ruhába is azt letáncolják. Az nagyon-nagyon durva. Tehát így fizikus. Most, hogy ezeket így elsorolgat, ez egy költséges buli. Ugye? Hát most azért, én nem tudom, nem vagyok erős estély ruhákba, hogy mennyibe kerül, de hát azért több százezres mutatvány. Ez így van. Ez így van. A ruhák azok nagyon öndrágák, sőt, ma már vannak olyan dizájnerek, akik teljesen erre specializáltak, nyilván azok meg még drágábbak. Tehát ezt meg tudja. Nagyon egyszerű példa, anyukám is meg tudja csinálni a ruhát, meg tud az szép lenni, meg nagyon jó is tud lenni, de akinek nem tudja megcsinálni az anyukája, az meg megcsinálhatja egy varrónővel, ha valaki meg már annyira magas szinten van, ott már valamilyen szinten a ruha dizájnerek, azok már beállnak melléjük, és ők mondjuk például ingyen kapják a ruhát a dizájnertől, vegye fel egyszer, készüljön egy fotó, és utána megy fel az internet, és el lehet adni ezeket a ruhákat. Hát tényleg ezek több százezres. Magyarul ruhák. Egy táncosnak, tehát nyilván a keringőzés nem egy ruhája van, hanem itt akkor valakinek mondjuk van, nem tudom, hogy a 10 tánchoz mondjuk 30-40 ruhája? Nem. Vagy ez hogy? Nem, ez úgy működik, hogy az 5 táncolt, tehát az 5 standard táncolt, igen, az egy versenyen belül egy ruhában táncolt. Ja, jó, tehát hogy azok külön nem kell. Nem, tehát egy tangó meg egy quickstep között de nem így öltözhetsz. De a következő versenyen már nem ugyanazt a nem veszed fel. Felveheted. Aha. De ha neked annyi pénzed van, meg lehetőséged van, akkor egy másik ruhát is. Tehát ez nem, minden egyes versenyen másikat lehet. Számít amúgy egy zsűrinél, hogy ha mondjuk látod ugyanazt a táncost, megint ugyanazban a ruhában, önkéntelenül, nincs ez benne, de hát a múltkor is ebben volt. Nem, ez vagy nincs ilyen. Ilyet, mint pontozóbíró, nekünk is vannak. Tehát tudod, hogy ez milyen költséges dolog, stb. Igen, de nem is ezért. Tehát nekünk vannak szempontjaink, ami szerint pontozunk. Uh-huh. Az nem lehet szempont, hogy egy ruhát 5-ször vagy egy éven keresztül egy táncos lány hord. Nem. Ha jól táncol, akkor ő lehet egy csillivillű ruhában minden egyes versenyen másikban, de lehet egy zsákban is, ami el van kötve a derekán. Ha jól táncol, én őt fogom az első helyre rakni. Mi a különbség? Mondjuk van egy márciusi táncverseny, most maradjunk itt, van márciusban egy táncverseny, országos bajnokság, meg van egy nemzetközi verseny, októberben mondtam valamit. Akkor ugyanarra a zenére táncolnak, vagy mindig ki van cserélve a zene alatt? Tehát, hogy mi a hogyan táncol másképpen az a táncos, akit láttál, most ugyanarról a táncosról beszélünk, vagy táncos párról, márciusban, mint októberben? Valószínűleg fejlődött, tehát hogy tanul és fejlődik. De egyébként ez úgy van, hogy elmész egy táncversenyre, ott a zene az nem adott, ott a ritmus, ami adott. Tehát, hogy elmegyek márciusban egy táncversenyre, csacsacsából indulok, és ott egy... Ők ezt akkor hallják először annak a csacsacsának a zenét, amire táncolni kell? Igen. Tehát felállnak a parketre, és elindul a zene, és egyszer csak elkezdenek rá táncolni? Így van. De király! Igen, mert tulajdonképpen nekünk, ami a táncos és kell, ez benne a kihívás akkor? Nem kihívás. Vagy nem? Nem. Mindenkinek megvan a saját koreográfiája. Tehát olyan, mint egy kűr. Tehát van egy gyártott koreográfia, igen, de mondjuk egy jégkorcsó, de például egy korcsolyában a kűrt, azt arra fix zenére koreográfálják. De akkor igen. Hogyan tudja koreográfálni magát a táncát, hogyha nem ismeri hozzá a zenét? Vagy az most ilyen szempontból mindegy, mert a ritmus a lényeg? A ritmust nézzük. Tehát két hát csa csa csa. És az mindenféleképpen két hát csa csa. Így van, mint ahogy az angol keringő is 2-3. Ringacsípő, igen, tehát hogy a maga a ritmus, ami fontos. Az, hogy ez egy Lady Gaga szám, vagy egy klasszikus orkesztra játsza, vagy egy élő zenekar játsza, aha, a ritmus kell adniunk, és igazából az a koreográfia, ami neked már le van gyártva, tehát amit te csinálsz, évekig azt gyakorolod, az ott elindul a zene, neked már tudnod kell, tök mindegy, hogy milyen. Az a jó táncos egyébként, aki, ugye a zenéknek is van különböző hangulata, és ezt vissza tudja adni. Tehát lehet ez egy rock csacsa, de lehet ez egy klasszikus csacsa is. Ha ezt vissza tudod adni, és hallod a zenét, és vissza tudod ezeket adni, az egy nagyon-nagyon jó, az egy előny szerintem. Ki nyer, vagy ki nyerhet
a legjobb táncos, vagy a legtermészetesebb táncos, vagy aki a legjobban elő tudja adni. Nyilván a legszerencsésebb dolog, hogyha ez egyben van, de hát olyan meg nincs. Van. Van? Van olyan, sok olyan pár van igazából, akik elő tudják adni, nagyon jól mozognak, nagyon jól csinálják, stílus teljesen okés. Ezekből nekünk, ahogy mondtam is, ilyen szempontok vannak, amik alapján elkezdünk pontosan. Mind a hat párnál, az egy döntőben már tényleg olyan emberek vannak, akik mindent, tehát igen, jól igen, csinálják. Igen. Utána már azért egy kicsi, ha szempontok alapján mindegyik ugyanaz, tök jó. Zenét tartja, igen, szép igen. A tartás, stb. Uh-huh. Igen, akkor utána azért már jön egy kicsi ilyen szubjektív, hogy nekem mi, én kicsit a természetessége. Kicsit jobban, igen. Hát, ha nem is a lány, láttam én már rendkívül csúnya világbajnok csajszit, aha, de úgy táncolt, mint egy álom. Uh-huh. Tehát, hogy csodálatos. Mi van akkor, hogyha nyilván a szakértő szem azonnal kiszúrja. Látod a párost, és látod, hogy hát az egyikük nem éri el a másik szintjét. Uh-huh. Ezt, de ők együtt táncolnak 8 éve, 10 éve. Nem tudom, hogy van-e, hogy ilyen hosszú idő közé táncolnak. Akkor leül valakivel, és azt mondja, figyelj, neked nem az Alejandroval kéne táncolni, hanem a másikkal. Ez így van, ahogy mondod. Tehát és akkor ez ilyen kellemetlen, kéztördelős, sírós, mert azért emberi kapcsolatok alakulnak ki. Igen. Hosszú éveken keresztül. Ez egy nagyon érzékeny téma egyébként. Előbb-utóbb, tehát a táncos páros is, érzi. Táncpár is érzi, látja, visszanézi a videót, stb. Mondják az edzők. És egy most után... is lehet, hogy nem kompatibilisek egymással, abszolút. Attól még mind a kettő jó. Abszolút, tehát itt lehet az, hogy a két személy természete nem egyezik, állandóan veszekednek, stb., de amúgy meg baromi jól táncolnak. De lehet, hogy nagyon jó. Ilyen impulzív az emberi kapcsolatuk, lehet, hogy az meg működik a táncparketten. Így van. Látunk már erre is példát, és láttunk arra is, hogy se a mozgás, semmi, tehát az, én mindig azt mondom, minél előbb fel kell fedezni ezeket a dolgokat, mert lehet, hogyha elkezd egy másik sráccal táncolni a csajszi, vagy a csajszi egy másik fiúval, lehet, hogy sokkal jobb eredményeket tudnak elérni, sőt, ezt előbb-utóbb fel kell fedezni, amikor már nagyon az van, hogy valamit lépni kell, akkor az edző ezt szokta velük közölni. Vagy azzal, aki mondjuk a fiú, hogyha baromi tehetség és a lány kevésbé, akkor a fiúnak ez elmondja, hogy figyelj, van itt a Gizike, aki egyébként sokkal jobb, lehet, hogy próbáljuk meg inkább vele, és majd keresünk a Ludmillának egy másik srácot a maga szintjéhez. Tehát, hogy ezek azért vannak, és így tud fejlődni a dolog. Tehát egy páros is így tud fejlődni, mert lehet, hogy az a kevésbé ügyes lány vagy fiú, az visszafogja a másikat. És lehet, hogy abból nem is tudjuk, de lehet, hogy 5 év múlva ő lesz a világbajnok, vagy az Európa bajnok, vagy bárki. Lelkileg kell, mert ugye egy ilyen szép idézetteket kezdtem, hogy a mosoly a legrövidebb út, a tánc pedig a legrövidebb út két lélek között. Szerintem ez olyan fontos kell, hogy működjön versenyre a két lélek közötti kapcsolat, vagy alapvetően, mint amikor elkezdenek táncolni az emberek egymással, azért ez nem ennyire közvetlen dolog ez. Ez abszolút nem. Azért az nem titok, hogy ebben a műfajban, és az előtt már próbáltam mondani, hogy azért, mert valaki nagyon jól táncol együtt, és nem is látsz problémát kintről a táncparkett széléről, de lehet, hogy ők egyébként marják egymást. Tehát, hogy így egyszerűen gyűlölik, utálják egymást, stb. Csak egyszerűen annyira sikeresek, hogy nem tudnak szétmenni, nem mehetnek szét. De ez se jó, hát az... Ez se jó, de azért egy idő után, amikor már elérik azt a pontot, hogy na, akkor most ez volt a legmagasabb, legjobb eredményünk, amit el tudtunk érni, akkor most már hagyjuk egymást, és akkor mindenki folytassa külön úton. De addig, amíg ez működik, és nagyon sikeres valaki így is, addig ezt egyben tartják. De azért előbb-utóbb, tehát amikor már nem bírják, akkor tényleg a páros mondja azt, hogy jó, elég ez így. És inkább egy másik sráccal, akivel érzem azt, hogy együtt tudok dolgozni. A televíziós sok sokat löktek a táncon? Magyarországon. Most ugye itt nyilván sok országban mennek ezek a showműsorok, mi is ugye átveszünk ezeket, de hogy látod, hogy alapvetően Magyarországon úgy megmozdult valami, vagy nem kellett amúgy, hogy megmozduljon, csak mondjuk maximum többet idézőjesen beszélnek róla, nem így mi, hanem az, hogy tegnap láttad, úgyhogy szerintem ott a Józsika meg a Gizike nagyon nagyot ment. Mindenféleképpen lendítenek a műfajon, és azon, hogy
az emberek akarnak táncolni, mert tetszik nekik az, amit a tévében látnak. Nagyon sokan elkezdenek mondjuk ezért táncolni, hogyha látják, vagy a... Abszolút. Nekem van egy táncstúdióm itt Budapesten, ott vannak a felkészülések és a tévéműsorra, és látom azt, hogy mi volt a műsor előtt. Ezért kérdeztem. Csak egy példa, 10 páros jelent meg, amikor hirdettünk egy tánc iskolát, most 100 páros jelenik meg, legyen 8. 80 ugyanúgy, páros. Ugyanúgy, mint a sportban, hogyha egy sikeres sportolót látnak, nem tudom, tollas labdában mondjuk legyen valaki Párizsban olimpiai bajnok, egy magyar legyen, így most mondtam valamit, akkor elmennek tollas labdázni az emberek, igen. Ez ugyanígy van, igen. A táncnál, igen. Is. Ez ugyanúgy, mint a reklám. Tehát ez egy reklám tulajdonképpen az egész műfajnak. Igen, de megmarad a lendület utána is? Vagy azért sokan elkopnak, vagy egy ilyen trendet látnak akkor benne? Tehát hogy hogyan lehet megtartani ezeket az embereket? Itt is kétfajta dolog van, akik már, még egy házas pár, hogyha eljön táncot tanulni. Nem ugyanaz, mint hogy valaki gyerekkorban kezd, és akkor egy szép verseny karriert tud felépíteni belőle akár. Akik most mondjuk már házasok, stb. Mondjuk van egy ilyen kohéziós ereje, hogy... Hobbiból elmennek táncolni, mert jól érzik magukat, meg mozogni akarnak, stb. Ők nem biztos, hogy versenyzők lesznek, bár ez a pro-em tulajdonképpen egy profi és egy amatőr táncol együtt, tehát hogy mondjuk egy hölgy akar eljönni versenytáncolni, mert azt látta, hogy a tévében a Mariccsal táncolt a profi táncos, a Szandi, és ezt igazából meg tudják csinálni, és ma már vannak ilyen versenyek itt Magyarországon is, és külföldön meg még több, hogy tulajdonképpen nem egy tök kezdővel kezdesz el táncolni, vagy kezdtek el táncolni, hanem egy profival, hát ami egy gyorsabb folyamat. Egy profival, nem? Hát azért hamarabb el lehet. Igen, és ha ezt csinálok rendszeresen, ez lehet egy, tulajdonképpen így karban tartod a tested, mert azért itt mozgásról beszélünk, és ez egy kőkemény mozgásról is, akkor ezzel tudsz versenyre menni. Tehát igazából fitten tudod tartani magad, illetve versenyezni tudsz, stb. És akkor ugye van ez, aki idősebb korosztályban kezdi el, és van az, aki gyerekként kezdi el. Ő náluk azért az a jó, ott nem nagyon van, tehát pici gyereknél mi nincs az, hogy pro-em. Ott, mit tudom én, az én kislányom is 9 éves, elkezdett táncolni, neki is fogunk nézni egy nagyjából hasonló korosztályú fiút, aki szintén kezdő, hogy együtt fejlődjenek, mert az szerintem egy nagyon fontos dolog, és ők tudnak versenyzők lenni, világszintű versenyzők, akiknek akár ez az útjuk az életében. Ez napi munkát, napi igénybevételt jelent, ha komolyan veszed? Vagy tehát, hogy mennyi szükséges ahhoz? Hát, mert azért az egy idő után egy idézőjeles munka, hát minden munka, az edzés is munka, tehát hogy az napi elfoglaltság? Ez egy napi elfoglaltság, aki versenyszerűen és komolyan csinálja, ez egy napi elfoglaltság, és tulajdonképpen egy életforma. Amikor, most visszakedélek én, de egyébként nagyon sokan mások is, tehát akik él sportolók, azt mondják, hogy délelőtt van edzésük, és délután van edzésük, és mellette még konditerembe járnak, fejlesztenek, lazítanak, stb. Ez tulajdonképpen egy életforma. Így étkezel, így állítod be a napi rutinodat, mert hétköznap ez van, 5 napot mondjuk edzel, és hétvégén pedig elmész versenyezni. Tehát azért ez egy ugyanolyan megterhelő, és ugyanolyan, nem hiába van az, még mindig ott lebeg, hogy ez ebből egy ilyen olimpiai sportág is tud lenni, illetve tök jó lenne, mert ez egy sport, kőkemény, fizikai igénybevétel a testnek. Szerintem a tánc az nagyon jó tesz a léleknek, a testnek és a párkapcsolatnak is. Valszabban, Zsolt a vendégem. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Voltam.